A református templom orgonája bár szólt, olyan rossz állapotban volt, hogy nem lehetett tovább halogatni felújítását. Az igényt tett követte, és tavaly tavasszal Rákász Gergely katolikus templomban megtartott orgona koncertjével megkezdődött a gyűjtő munka, amelynek eredményeként a gyülekezet adományaiból és az egyházmegye segítségével elvégezhették a hangszer felújítását. Az első sípsoda az nem az eredeti volt, valószínűleg azt a háborúba elvitték, és most az eredetinek megfelelő került vissza, azon kívül a szélzsákokat kellett javítani, az orgona motort cserélni, mert az nyilván nem eredeti, és nem is orgona motort volt, ami nekünk volt, most egy nagyon szép halk orgona motort kapott. Klaviatúra nagyon kopott volt, azon a csontozatot cserélték, és hát még sok kisebb, nagyobb apróság. Egy orgona felújítása komoly forrást igényel, a paksi esetében közel 3 millió forintba került. Az egyházmegyében található templomi orgonák összességében jó állapotban vannak, és törekednek a templomok felújítására. 30 felett van a templomok száma, néhány gyülekezetnek imaháza van. Viszonylag jó állapotban vannak az orgonák. Most azt mondom, hogy az elmúlt 10 év alatt elég sok helyen megújultak, vagy saját forrásból, vagy pályázati forrásokból sikerült rá pénzt szerezni, kérni és felhasználni, de a kerületi építési támogatásokból is nagyon sok helyen a templomra költöttünk az elmúlt időszakban. A paksi református templom orgonáját 1880-ban tervezte és építette Ország János. A hangszer nem koncertorgona, hanem kifejezetten az Isten tiszteletekhez készült. A paksi református templom külső felújítása, a fűtés kiépítése és az orgona felújítása után a következő cél, hogy a templom belső terét tágasabbá, komfortosabbá tegyék.